Sziasztok, Könkel vagyok. Ez pedig a Mindenemű Családi Ház vlog adása. Újépítési lakóépületbe költözni sokak által vágyott jó dolog. Ennek az egyik módja az, hogy telket vásárol az ember, terveket készített, vállalkozót keres, bankokkal alkudozik, vesz egy mély levegőt és belevág. Általában aztán beleőszül, komoly próba elé állítja a párkapcsolatát és pénzügyi kereteit, valamint magában újra definiálja a türelem rózsát terem mondást. Aki ezeket szeretné elkerülni, de mégsem akar lemondani az újépítési ingatlan birtoklásának vágyától, annak ott a lehetőség a rengeteg vállalkozó által épített és árult ingatlant vásárolni. Három lehetőséget különböztetünk meg. 1. Ez a kész állapot, szinte azonnal költözhető. Azt hiszem, ezt nem kell túlmagyarázni, de azért ejtenék egy pár szót róla, hogy egyértelmű legyen. Ezeknél az épületeknél már megvan a vakolás és az ajzatbeton, a gipszkartonozás, fűtési rendszer, és általában van egy alapfehér festés is. Burkolás még sok esetben hiányzik, mivel általában kivár a vállalkozó, mert az emberek ízlése nagyon különböző, tehát jobb, ha a végső vásárlóval egyeztetett burkolatokat rakja fel végül. Ugyanez igaz a szaniterekre, illetve a villanyszerelési szerelvényekre. Ezekre van egy anyagi keret, például 5000 forint per négyzetméter a burkolatokra, de ennél drágább anyagok esetén a különbözetet a vásárló fizeti meg. Ilyenkor a szerződést követően fejezik be ezeket a munkákat. Van persze, amikor már készen van minden, burkolva, festve, szaniterekkel és villanyszerelvényekkel felszerelve, azonnal költözhetően várja a leendő tulajdonost az épület. Második, ez a félkész állapot, különböző készültségi fokoknál. A félkész állapot nagyon sokféle készültségi fokot jelenthet, de általánosságban elmondható, hogy legalább a falak, a födém, sok esetben már a tető is áll. Magyarul szerkezetkész az épület, vagy annak közelében jár. Sok előnnyel jár egy ilyen épületet megvásárolni, kezdve azzal, hogy általában még vannak variálási lehetőségek, egyéni igényekre lehet szabatni a házat, természetesen normális keretek között, és természetesen ennek van egy felára is. Harmadik, ez még csak a tervrajzon létező épület. A telek megvan, a tervrajzok megvannak, a vállalkozó megvan, az ár adott. Itt a legtöbb lehetőség a variálásra, és itt van erre még a legtöbb idő is. Nem utolsó szempontból ennél a variációnál lehet végigkövetni az építést az elejétől a végéig. Mindegyik lehetőségnél másképp kell eljárni, más dolgokat kell figyelni, és mások a lehetőségek a vásárlói érdekérvényesítésre. Az elmúlt években volt szerencsém ilyen vásárlásokban tanácsadás keretében részt venni. Ezeket fogom összesíteni témakörönként, külön videókban. Akit érdekelnek az ilyen vásárlások előtti szemlék, a blogomon sok ilyen eset leírás talál, berakom a linket a videó leírásába. Érdemes feliratkozni a csatornára, követni Instagramon, csatlakozni hozzánk a Facebookon, és olvasni a blogot. Nem ígérek mást, mint építőipari tanácsokat, kicsit szabadszájúan, de nagyon érthetően. Sziasztok!